Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy remekül indult az év, hiszen egy rövid kis pangás után egyre csak jönnek és jönnek a régen várt címek. Természetesen a Monster kiadók és fejlesztők mellett az új esztendőben sem szeretnénk elfeledkezni a garázs projektekről, hiszen eddigi összeállításaink fogadtatása jól példázza, hogy sokan kíváncsiak vagytok a kisebb alkotásokra is. Egy dolog biztos, továbbra is igyekszünk érdekes összeállításokkal felcsigázni az érdeklődéseteket, biztosak vagyunk benne, hogy 2013 is bővelkedik majd érdekes apró. Csapjunk is bele! Sokszor elsírtam már, hogy a szimulátor műfaj sajnos szubkultúraként vegetál az utóbbi években, s bár hosszú ideje évente csak néhány említésre méltó alkotásokat, azért mindig sikerül rábukkanni egy-egy érdekes címre. A 2011-ben alapított portugál Time Symmetry a levegő megszállottjainak kíván kedvezni a Vector Thrust című játékában, amely első ránézésre ugyan nem tűnik különösebben érdekesnek, de mint tudjuk, az ördög mindig a részletekben szeret bujkálni. A program számtalan játékmódot kínál, a villámgyors akciózás mellett egy történet alapú kampányon is átküzdhetjük magunkat, ami nem tűnik egyszerűnek, mert az ellenséges képeket meglepően rafinált mesterséges intelligencia irányítja. A készítők minden tekintetben igyekeztek megfelelni az elvárásoknak, a program szabadon modolható, így az alfa állapot ellenére már számtalan rajongói kiegészítőhöz férhetünk hozzá, és szinte heti rendszerességgel érkeznek az újabb tartalmak a játékhoz. A grafika eleinte furcsának tűnhet, mert a cel-shaded megjelenítés elég műfaj idegen, azonban az Ogre Engine szépen teszi a dolgát, és az étvágya sem különösebben nagy. A játék a fejlesztők hivatalos oldalán elérhető. A Darkout című science fiction platformer egy érdekes nemzetközi összefogás eredménye, a készítők ugyanis különböző országokból kerültek ki, akik egy sokat tapasztalt szakember Adrian Banninga irányítása mellett dolgoztak. A kicsit sablonos történet szerint mi vagyunk az egyetlen túlélők egy sötétség uralt a világban, ahol a fény a legnagyobb szövetségesünk az életünkre törő létformák ellenében. A játék stratégiai érzékünket is próbára teszi, hiszen a pályákon található nyersanyagok felkutatása és feldolgozása az egyik feladatunk lesz, az általunk alakított karakter pedig folyamatosan fejlődik a kaland során. A pályák kialakítása az oldalnézet miatt némileg kötött, de a sajátos atmoszféra miatt egyáltalán nem zavaró ez a platformerekre jellemző linearitás. A látványvilág részletgazdag, változatos, a sötétség és a fény ellentétére épülő játékmenet lendületes, akciódus, a borzongató hangulatot pedig a sejtelmes és dinamikus soundtrack koronázza meg. Aki eddig távol tartotta magát a hasonló alkotásoktól, az tolja félre az ellenérzéseit és tegyen egy próbát vele, mert a program szórakoztató és az ígéretek szerint a fejlesztők további tartalmakkal is készülnek még. Megjelenés 2013. január 9-én volt esedékes. Maradjunk még kicsit a jövőben, bár az Unknown World Entertainment stratégiai lövöldéjében az elmúlt évtized összes science fiction kliséjét sikerült egybegyúrni, azonban az idegen invázió megfékezésének története még így is jó mókának ígérkezik. Az RTS-ek és belső nézetes lövöldék keresztezéséből született Natural Selection 2 két választható oldalt kínál. Lehetünk mindenre elszánt tengerészgyalogosok vagy megszálló idegenek, de mindkét fél jelentősen eltérő harcmodort igényel. Katonaként építhetünk őrtornyokat és falakat, telepíthetünk gépágyukat, fegyvereinket a kutatások függvényében is fejleszthetjük. Idegen megszállóként pedig rakhatunk tojásokat, készíthetünk növényi csapdákat, és újabb, halálosabb lényeket tenyészthetünk az erre szolgáló kamrákban. Az idegen fertőzés hatására a környezet folyamatosan deformálódik, ezért csak ritkán futhatunk bele két egyforma szituációba. A különböző fajtájú idegenek is eltérő stratégiát igényelnek, hiszen míg egyesek a levegőből támadnak, mások alattomosan megbújva vagy puszta méretüket kihasználva igyekeznek fölén kerekedni. A játék alatt dolgozó Spark Engine könnyedén oldja meg a rávízott feladatot, bár a textúrák és karakterek kidolgozása nem kiemelkedő, az akciódús játékmenet mellett korrekt látványra lehet számítani. A program a megjelenés óta folyamatosan kapja az ingyenes frissítéseket és tartalmakat, így a kezdeti hibák szinte már egytől egyig orvosolva lettek. Akiknek kedve támad egy kis multiplayer csatározásra, az már 2012. október 30-ától beszállhat a harcba.
Következő ajánlatunk hallatán a gyűröttebb homlokú rajongók biztosan elmorzsolnak egy-egy nosztalgikus könycseppet. Közel 10 éves tervezés és fejlesztő munka után megérkezett Chris Roberts legendás űrszimulátorának mai igényekhez igazított változata. A Wing Commander szaga The Dark is Done egyértelmű tisztelgés az eredeti játékfolyam zseniális univerzuma előtt, a fejlesztők még arra is odafigyeltek, hogy az új epizód története igazodjon a Heart of the Tiger című befejező rész cselekményéhez. A sztori szerint az emberiség napjai meg vannak számlálva, a konföderáció alig heverte ki a korábbi végtelennek tűnő csatákban elszenvedett vereségeket, a Kirati birodalom pedig már is újabb végső támadásra szánta el magát. A Free Space 2 forráskódjára épített program nem érdemtelenül birtokolja a szaga utótagot, hiszen közel 10 órányi párbeszédet, 70 átvezető videót és 55 küldetést tartalmaz. A játék közel 8 GB helyet követel magának a merevlemezen, azonban cserébe egy végletekig kidolgozott, szerteágazó történetet kapunk, fejlett harcrendszerrel és összetett stratégiai komponensekkel. Aki korábban kedvelte a Wing Commander szériát, vagy egyszerűen csak szívesen tölti az idejét űrszimulátorokkal, annak kár lenne kiadnia ezt a szívvel, lélekkel és nem kevés alázattal elkészített alkotást. A játék sikerét mi sem példázza jobban, mint hogy az első 24 óra alatt annyian töltötték le, hogy a szerver egyszerűen nem bírta a terhelést. A TCS Hermes anyahajó személyzetéhez 2012. március 22-től ingyen csatlakozhattok. Ritka dolog, amikor egy stúdióról a munkával eltöltött hosszú évek ellenére szinte alig lehet hallani, pedig az 1996-ban alapított DNS Development gárdája bizony ezek közé tartozik. A csapat eleinte kereskedelmi szoftverek készítésével foglalkozott, majd kisebb designer munkákat vállaltak különböző projektekben, mint az Alien Nations vagy a Secret 2, míg végül saját játékok készítésébe fogtak a Death Horde vagy a Twin Sector képében. Úgy tűnik a srácok képtelenek elszakadni az akciódús kalandoktól, mert legújabb Primal Fears című vérbő alkotásukban is térdig gázolhatunk az ellenfelek maradványaiban. A felülnézetes lövöldében egy Fargan nevű vegyület fertőzése miatt elszaporodnak az eltorzult mutánsok, akikkel mi is kénytelenek leszünk felvenni a harcot, amennyiben túl akarjuk élni a támadásaikat. A játékmenet változatosságáért számtalan fegyver és eszköz felel, többek között vezérelhetünk távirányítós autót vagy drónokat, telepíthetünk lőtornyokat, de végszükség esetén használhatjuk a fegyvereink másodlagos funkcióit is. A program január 8-án érkezett, így mindenki tehet vele egy próbát, aki pedig nem elégszik meg a szóló küldetés izgalmaival, az négyfős kooperatív módban válvetve is írthatja a rémségeket. Amikor mindenre elszánt terroristák megtámadják a csernobili atomerőművet, a kormánynak már csak egyetlen eszköz maradt a kezében. Bevetik Yuri Ryakov kapitányt, hogy másodmagával megakadályozza a felhalmozott hasadó anyagok elrablását. A 10 éves múlttal rendelkező Szilton csapata érezhetően nem törekedett irodalmi magasságokba, a lengyel srácok inkább a fegyverek, mintsem a történet erejében bíztak, amikor elkészítették Chernobyl Commando című belső nézetes shooterüket. A készítők többek között valós fizikát, változó napszakokat és multitextúrás környezetet ígérnek, s bár a játék mozgatásáért felelős Argon Engine már nem egy mai darab, a kiadott előzetesek alapján elég látványos rombolásban lehet majd részünk. A motor egyik nagy előnye, hogy könnyedén lehet vele összefüggő, nagyobb területeket modellezni, amit ki is használtak a fejlesztők, remélhetőleg az összecsapások is hozzák majd a környezet inspirálta élethűséget. A játék 2012. december 12-én jelent meg, így semmi akadálya, hogy mindenki első kézből gyűjtsön róla tapasztalatokat. Ezzel pedig összefoglalónk végére értünk, de megígérjük, hogy legközelebb is hozunk egy jó adag indie alkotást. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok!